a világon 199 olyan nyelv van, amit csak 10-nél kevesebb ember beszél, és ebből 18-at már csak egy. Salamon Gáspár amatőr néprajzi gyűjtő elmondása szerint megrémült, amikor utóbbi sorokat olvasta, hiszen szülei, nagyszülei bukovinai székelyek. Egyből arra gondolt, hogy vajon az ő nyelvjárásuk veszélyeztetett-e. Hamar kiderült, hogy a feltevésre igen a válasz. A bukovinai székelyek ma nem beszélik a tájnyelvet. Egy ilyen jó esetben egy ilyen vegyes nyelvet beszélnek, de inkább a mai magyar köznyelv a kommunikáció eszköze. Néha talán egymás között egy-egy székely tájszót beszúrnak a mondatokba, de ezen kívül nincsen ezen a nyelven kommunikáció. És hát ennek a története az, hogy amikor Magyarországra települtek, azt követő 10-20 éven belül megszűnt a székely nyelv használata a mindennapokban. Teljes nyelvváltáson mentek át a bukovinai székelyek. És hát ezt felismerve gondolkodtam, hogy mit tehetek én most ez ellen. Nem sokat, de annyit például igen, hogy összegyűjthetem a szüleim, nagyszüleim szókincsét, vagy az én gyerekkoromban még azért beszélték ezt a nyelvet, és hozzá is láttam, szépen gyarapodott a szám, 1000, 2000, 3000. A teveli csihános erdőben volt egy öreg agácfa, s annak a tetejében egy csókafészek. Csókáék otthon voltak, az egész család, s Csókáné eppeg egy csomagval bajmolódott, amit az öreg olácsobán hozott volt az esztenáról. Jó érett brinza volt benne. Salamon Gáspár azt mondja, jól beszéli a székely tájnyelvet, sőt már több mesét is átírt a nyelvjárásra. Mindent, amit elő tudtam ásni, vagy fel tudtam kutatni, felhasználtam ahhoz, hogy a szótár amennyire lehet teljes legyen, bár hát ez illúzió, mert nálam sokkal okosabb tájnyelvi gyűjtők, vagy tájszótár szerkesztők állítják, és biztos igazuk van, hogy ezt csak abba hagyni lehet, befejezni nem, mert mindig akad egy új szó, ami valahogy kimaradt a szótárból. Az alkotó mindenkinek ajánlja a könyvet, fiataloknak azonban kifejezetten. Aki velem egykorú, vagy idősebb, vagy fiatalabb, és valami úgy érzi, hogy van közel ehhez a nyelvhez, vagy azért, mert családban voltak szülők, nagyszülők, akik még ezt beszélték, hát meg mindenkinek, aki érdeklődik, fiataloknak is. Sajnos ma az oktatási rendszer olyan, hogy a tájnyelven nem sokat foglalkoznak, talán egy-két órában. Hát adott a feladat, hogy a fiatalokat kíváncsivá kell tenni, és akkor legalább van, amiből tanuljanak. Imá bédugulhatnál, te veres ördög, mert nem mi állattad lipinkázok itt a fészek széjén, s a görcs kezdi már béállni a forcsokomba, de most is hallgatott. Ez a kultúránk része. Hát a bukovinai székely hagyományok azok egyébként is nyilván elfogult vagyok, de hát nagyon különlegesek a nyelvük, a szokásaik, a viseletük, a faragás, minden népmese. Nagyon fontos, hogy megmaradjon. Hát mi? Hát a szüleink onnan származtak. Hát, ott eltöltött 180 év durván alatt egy egészen sajátos egyedi kultúrát hoztak létre, ami ugyan a székelyföldi alappal rendelkezik, de hát egészen már viselet más, a népszokások, a nyelv. Amikor készült a szótár, én találtam egy székely magyar szótárt is, Sánta Attila írta, egy erdélyi költő, és összevetettem a két szókészletet. És kiderült, hogy hát olyan
minden ötödik, hatodik szó, ami egyezik. Tehát nyugodtan nevezhetjük ezt egy egyéni, egyedi, sajátos tárgyának, a bukovinai székelyt. És hát egy különleges nyelv. Dallama van, ritmusa van, sajátos hangsúlyai vannak. Tehát aki beszéli, az, vagy hallgatja, az is élvezheti meg. Olyan hanglejtés van benne, meg olyan cifraszavak, érdekes szavak, ami érdekes, szép. Itt a mese vége. Ha rajeértek, menjetek el a csihános erdőbe, s nézzétek meg, még most tesz ott a csókafészek.